Mi magyarok. Magyar kardvívó sport. A penge matematikusai. Radnóti László a Magyar Rádió sportreporterre nevezte így ezeket a zseniális vívókat, és ez egy cseppet sem túlzás. Az olimpiákon 1908-tól 1964-ig, 1920 kivételével, amikor a nagyháború vesztes országait kizárták a játékokról, minden alkalommal magyar győztese volt az egyéni versenynek, és két kivétellel a csapat aranyat is megnyertük. Legeredményesebb olimpikonjaink ebből a fegyvernemből kerültek ki, Gerevi Csaladár 7, Kovács Pál és Kárpáti Rudolf hatszoros bajnok. 2016-ig összesen 24-szer hangzott el a magyar himnusz kardozóink tiszteletére az ötkarikás játékokon az 1988-as szovjetek elleni legendás győzelmet, vagy Szabó Bence barcelonai sikerét már sokan élőben követhették, de Szilágyi Áron londoni és riói diadalára a legfiatalabbak is emlékezhetnek. Összesen 36 honfitársunk lépett az olimpiai dobogó legmagasabb fokára kardozóként. E káprázatos adatsor mögött Igazi férfiakat modern kori lovagokat találunk, akik számára a becsület, a bajtársiasság és a hazaszeretet megkérdőjelezhetetlen erény. Ők fegyverüket nem a másik megsemmisítésére, hanem szellemi és fizikai képességeik kifejezésére használják. Kovács párról írták, de szinte mindegyik klasszikusunkra igaz, taktikája elsősorban a tempóra épül jellegzetes észvívása a rendkívül megbízható és precíz technikájára alapozódik. Győzelmét mestervágással teszi biztossá. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.